be a gyermekem, igen, itthon vagyok. Mikulás, maga tetszik lenni? Én vagyok. Hát gyermekkorom óta magát szerettem volna látni, de most az az igazság, mindenki hogy... Mindenki engem akar hát látni. Igen, de most értsen meg, hogy olyan hát, problématikával érkeztem ehhez, hogy az sajnos az északi sarkot evakuálni kell különböző problémák miatt. Mikor? Most? Most azonnal. Nem lehet várni. Na, ne viccelj. Hát nem viccelek, komolyan beszélek, tudósaink számoltak, osztottak, szoroztak. Ezt meg kell tenni. Mondd meg nekem, hogy ezt a sok játékot hova tegyem? Nem tudom, mindjárt van karácsony, hordja széjjel, de kell menni. Most? Henny? Most. Henny? Maga jött a hirdetésre? Milyen hirdetésre? Hogy evakuálni kell a... De maga már erről hallott? Nem. Hát, vagyis mondtad egyik manó, de én nem hittem el. Igazából. Értsen meg, Mikulás, hogy evakuálni kell. Természeti tényezők, politikai tényezők, igen, mindenféle más tényezők. Értsen meg. Jön a karácsony. Jézuska mindent megold. Hagyd rá. Megold, de itt magát megolvasztja. Engem nem tud, én emberből vagyok. Még egyelőre. Én begyújtottam a kandallot. Hát elhiszem, elég hideg van. Hát hideg van, de melegszünk. Vagy valamit a föld érti. A föld. Ne érts a félre. Hát én is nézek híradót, én is tudom, hogy a föld melegszik, igen, de most ez nem látszíges. De itt maga alatt a talaj áll meg. Szarénszarvasok? Hát, mit csinálok, Vali? Enni? Pénz vagy életét? Kérem szépen, Mikulás, én nem azért csettem, hogy veszekedjünk. Na. Pénzt vagy én életem. Nem se pénzem nincs, életem egy van, nem vagyok macska. Válasz! Pénzt vagy életet? Kell evakuálni. Kész. Nandi? De... Tényleg meg tudsz enni egy egész lovat? Van, amikor megesik, nem mindig. De néha lehet, igen. De most biztos, hogy igen, mert most mérges vagyok. De miért nem eszel rénszarvast? Rénszarvasok kellenek. Mindjárt itt van december. Mindjárt van? Akkor hamarabb kell evakuálni, drága Mikulás, hamarabb. Hamarabb? De nem látod, mennyi tömérdek hát játék látom, van itt. Látom, mennyi játék van itt, de most mit csináljak? Szóval rénszarvasok, sem manók. Biztosítunk helyet máshol, Afrikába, szarrának a kellős kezem. Afrikába a Mikulásnak. Hát igen, a szakállad elolva, de egyebb bajod nem lesz. Te régebb nem ilyen voltál, mint most. Hát nem, amikor tudod, írtam a levelet. Akkor mindig kértem az ilyen játékokat, mint hogy amelyikkel lehet, ugye, az Mikulás az elmen is most itt vagyok, igen, de... Szóval most eljöttél, megkaptad azt a játékot, és eljöttél engem. Igen, én neked az angyalod vagyok. Mióta? Hát, ki kell, nem érted? Én evakuálni. A Mikulás vagyok. Igen, te evakuálni kell az egész kolóniádot. Érted? Az azt jelenti, A pontból elmegyünk B pontra. De én most nagy bajban vagyok. Sajnos ezt az állást nem kapja meg. A Mikulás állást? Nem kapja meg. Itt fog vége lenni, hogyha nem jön velünk. Jó, fogjunk neki. Jó, akkor segítünk. Rendben, köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Szituációtok. Egy hajléktalan bemegy egy templomba, és jóízűen meghúzza a szentelvizet. A pap udvariasan próbálja leszoktatni erről a szokását. Mit csinálsz, gyermekem? Jó, ez már nagyon kellett. Ez mi volt, gyermekem? Ittam egyet. Az én szentelvizemből. Milyen szentelt víz? Ha ezt Isten látna, mit szól? A buborékok benne voltak nekem, nem mondjad azt, hogy ez szentelt víz. Ez ugyanaz van a boltban is, ott, egyel arrébb, ezt tudom én. Nekem ez ilyeneket nem mondjad. Fiam, kint kérjen az emberektől vizet, ne az én szentelt vizemet igya meg. Ma egyik se ad nekem se, semmit. Kérek egy lejt, hát nem adnak. Marci? Na, mit mond erre? Meg itt a szentelt vizet, mit tud erre mondani? Rosszkor voltál rossz helyen.
viccelj, még én voltam rossz helyen. Ha nem lettél volna itt, nem zavart volna. Csak azt hitted volna, hogy elfogyott, elpárolgott, mit tudom én. De ez a te hibád amúgy. Ja. De most tölthetem újra a szentelt vizes edénykét. Már megint. Mert a társad is itt járt az előbb. Képzeld el. Ja, Pista. Igen. Hát, kicsit csemerebb. Pistát sikerült végül kiküldeni, de téged nehezebb munkám lesz veled. Kinga? Ketchup, mustár, majonéz, itt előkészítettem magának egy hotdogot, esetleg, ha... Hát most annyi vizet ittam hirtelen, hogy nem bírok, de amúgy köszönöm aha, szépen, tisztelendúra. Aha, megtelt a hasa, szentelt vízzel, igen. Hát a csomó bubi benne volt, hát persze, hogy megtelt. Nem is igazi szentelt víz, ez biztos nem az. Ugyanilyen van, mondom, a sarki boltban. Marci? Amúgy meg elolvastam a titkos leveleidet. Ne! Tényleg? De. Az összeset! Ez itt a vége. Az összeset! Szóval, hogyha nem akarod, hogy az egész falu, az összes, valami nagy pereputyot csináljon neked, akkor hagyod, hogy még igyak az ilyen... Én vagyok a falu kedvenc papja, ne viccelj! Az én híremet nem rontod el. Az egyetlen papja vagy. Hajléktalan, ne viccelj! Kinga? Erre még ráférne egy mosás. Hát jó, persze, ott az oldban hiába mosom, mert annyi ganyé van abban, hogy nem ér semmi. De figyelj, használhatod a templom mosógépjét is, minden, csak létszi a szentelt vizet, ne itt meg. Ennyi a kérésem. Hát, én nem is tudom, de hát, hogyha szomjas vagyok, egyszer szomjas vagyok. Senki más se ad vizet, itt van egyedül ingyen. Máshol a víz sincs bekötve. Ráférne egy mosás, látom, Pistike leette a hotdogjával. Marci. Zingedet. Harom meg a bodri kutyám. Olyan ott is van. Itt van ne a sarkon, ő is issza az izét, a szentelt vizet. Ott van a flakonokban, hát mondom, hogy az nem igazi szentelt víz. Le vagy bukva. Kell szóljak a szentelt víz hozóknak, hogy serényen, tehát... Legyenek serényebbek valami mellemezi. Szörnyű. Kinga? Alhatok ma nálatok? A neked jó a... jó nedves fű, harmatos, bocs. És merenget az ég, a szép csillagok merengetnek amúgy vagány így. Most nézzük egyik majd a csillagokat. Megkeressük a kis göncő, nagy göncő, nagy minden göncő, lesz. Közben meg áldozunk. Igen! Na. Jó! És akkor a harmatot meg megisszuk! Ez az! Na, megvan! Jó, gyere, menjünk! Ti szituációtok. A pszichológus az azzal állít be egy beteg, hogy kóros őszinteségben szenved. És ez rémes helyzetekbe sodorja a munkahelyén és a házasságában. Kívánok. Jó napot, hölgyem, miben segíthetek? Hát, én nagyon beteg. Jó, de programálása volt-e, mert ez nem így megy, hogy csak így bejön. Őszintén, nem volt. De nem volt, na akkor tessék várni hónapig, mert itt Rozika is fog jönni, és még Edith, meg a Juditka. Majd hónap meghallgatom, az miért nem jó? De nekem nagyon sürgős problémám van. Jó, van 10 percen, tessék mondani. Hát az a helyzet, hogy én nem tudok hazudni. Balázs? Igazából nem kell hazudni. Két ember között a legrövidebb út a mosoly. Hát igen, de ha ilyen csúnya vagy, nem tudok rád mosolyogni. De... Hát mondom, én igazából ezt már mondták, de... Kóros őszinteségben szenvedek, nem tudok hazudni. Sajnán. És ez miben hátráltatja azon kívül, hát hogy a szociális például, életét? Hogy megmondom mindenkinek, hogy ronda vagy. És ez nem nagyon visz előre az életbe. És hasonlítasz egy vakondra.